Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceán túlról résztvevőket is. Én Czang Ferenc vagyok, a PPH egyik vezetője. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt nálunk mindenki tegezi egymás kortól és nemtől függetlenül. Magamról pár szót, a PPH előtti foglalkozásom végzettségem szerint gépészmérnök vagyok, azonban hát ebben a végzettséget adó munkahelyeken nem éreztem jól magam, valami mindig hiányzott, és már a tanulói csapat szervezés a fő tevékenységem. A másik, a végzettségem szerint munka igazából egy másod jellegű, kettőt párhuzamosan viszem vállalkozásban. Lébényben élek, egyre boldogabb párkapcsolatban élek, két lányunkkal együtt. Annak idején idestól már majdnem 5 éve azért kezdtem a Nyílt Akadémiánál tanulni, mert egy barátom javaslatára, aki megismerkedett Szerdasi Miklós tanításaival, ő javasolta nekem, és pár videó megnézése után rögtön eldőtt bennem egy kérdés, hogy nekem is itt kell tanulnom, és ezáltal, hát most amit említettem, már több mint 4 éve, jó pár életterülettel jobban tudok bánni. Egy rövid kis pár mondat ezzel kapcsolatban, mert nagyon érdekes, pont a minap gondolkodtam el rajta, hogy milyen összefüggések léteznek ezzel kapcsolatban is. Amikor mi ide kerültünk tanulni párommal együtt, akkor benne voltunk egy bankhitelbe. Hát nem válságnak hívnám, mert mi magunk kezdtük el, hogy végére járunk az igazunknak, viszont hát ebből nem sok minden lett, úgymond semmi. És ezzel együtt összefüggésbe, mivel a hangulatunk lement, hát nem igazán érztük jól magunkat, szerintem akit most nézed, és neked is hasonló van, azt elmondtad, hogy nem egy felemelő érzés, ha valakinek ilyen problémái van. Ezáltal párkapcsolati problémák is születtek, és ezáltal akkor már voltak gyermekeink. Ővelük se tudtunk úgy bánni, ahogy kellett volna, nem tudtuk helyesen kezelni a felmerülő helyzeteket. Viszont amikor elkezdtünk tanulni, itt a PPH-nál, Szerdasi Miklóstól konkrét válaszokat tudtunk kapni a bankhitel megoldásával kapcsolatban, és azt vettük észre, hogy az megoldódott. Úgy megoldódott szép lassan, nem mondom, hogy 3 nap alatt, mert hosszú idő alatt, de párkapcsolati problémák is megoldódtak, és ezáltal a gyerekeinkkel is jobban tudunk bánni, sőt ezáltal az élet minden helyzetével sokkal jobban tudunk bánni azóta, nyilván azóta is tanulunk folyamatosan, de azt vettem észre, hogy ez egymásra épülő folyamatos tanulás eredménye volt. Úgyhogy ezt szerettem volna így mondani. A mai képzésünket a legnagyobb tudása és tapasztalatú mesterkócs és boldogságspecialista, szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Az előadónk egy olyan mester, akinek tudása, képességei és tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi bolygónkon. Ha megnézzük, hogy miben teljesen egyedülálló a mi mesterünk, arra jutunk, hogy a vezetésével 4 területen ért el a szervezetünk piacvezető pozíciót úgy, hogy azokból 2 teljesen ellentétes indítatású tevékenység volt. Mesterünk az egyetlen személy a Földön, aki az ember javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Ezzel kapcsolatban is egy rövid kitérő, hogy amikor én ezt először meghallottam, akkor egy kicsit kételkedve fogadtam ezt a mondatot, viszont most már így 4 év után neked is tudom mondani, hogy ez szóró-szóra így igaz. Nem tudok még egy olyan embert mondani a Földön, legalábbis akiket én eddig megismertem. Hát párommal 2001 óta keresünk megoldásokat, keresünk válaszokat kérdéseinkre, ilyen témakörökbe, és nem találtunk addig, amíg ide nem kerültünk, olyan embert, aki mindezt meg tudta volna tenni, amit Szerdasi Miklós meg tud tenni. Ő az, aki minden napokban használható tudásterén a legtöbb információ átadására képes ma a bolygónkon. Neki van a legrészletesebb információja a bolygó szinten legkésőbb 2035-re létrejövő elnyomásmentes aranykorról. Mesterünk küldetése az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békességben és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném most megkérni mesterünket, Szerdasi Miklós mesterkócsot, hogy jöjjön és tartsa meg a képzést.
Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Na nézzük, mivel is foglalkozunk. Coach képzéseink vannak, ami által mi a coach? Mit jelent az, hogy coach? A mi értelmezésünkben ember és életjobbító, egy szakma egyébként. A coach képes kihozni valakiből a legjobbat és a legtöbbet, mint egy edző. Csak nem a sport területén, hanem az élet területein, majd mindjárt meglátjuk, milyen életterületek ezek. Tehát olyan tudást juttatunk el, illetve képességeket és gyakorlási lehetőséget, amelyek által olyan élet és emberismerethez jutnak, hogy képesekké válnak az élethelyzeteik helyes kezelésére, a problémáik megoldására, illetve a megelőzésére, a célok elérésére, továbbá az emberek és az élet jobbítására, a lelki fejlődésre. Így az emberek képesekké válnak szeretetben, békében és boldogságban együttműködve élni azért, hogy a Földön 2035-re aranykor legyen. Hogy is alakult ki ez az egész? Nézzük. Hát úgy alakult ki, hogy én 87-ben kezdtem el emberekkel való foglalkozást üzletkötőként, majd 91-től kezdtem el az emberek szervezését, azóta van saját szervezésű csapatom, 93-tól tanítok, vezetek embereket, és rájöttem arra, hogy nekem ez való. Tehát ami annyit jelent, hogy ez az én életem, és hát ugye a 90-es években elég sok nehézségeket kaptam, úgyhogy pénzügyi téren voltunk piacvezetők a vezetésemmel, és hát ugye azon gondolkodtam akkor a 90-es években, hogy vajon ezt a sok problémát miért kapom, aztán ugye nem jöttem rá, de akkor ugye arra rájöttem, hogy a vasat is meg kell edzeni, és hát azt gondoltam akkor, hogy bizonyára azért kapom ezeket a problémákat, mert a jövőben nagy feladatot rónak rám. Hát kik? Már akkor én hittem abban, hogy hát nem az ember, hanem a fentiek. Tehát ami azt jelenti, hogy már akkor sejtettem, hogy valamit a jövőben nekem olyan dolgot kell majd csinálnom, ami nem átlagos lesz, mert különben nem adtak volna átlag feletti edzéseket, olyan edzéseket, amiben tényleg az élet megedzett, és tényleg olyan tapasztalatokat gyűjtöttem, ami már akkor páratlan volt, és hát ebben a tapasztalatokban azért jócskán voltak eredmények is természetesen, de megoldandó problémánk is, amit hála Istennek mindig sikerült megoldani. Szóval a lényeg az, hogy így zajlott le a 90-es évek, majd jöttek a 2000-es évek, és a 2000-es évek elején valahogy kaptam egy látomást avval kapcsolatban, hogy nekem a csapatommal egy feladatom van. Én ezt a feladatot egyedül nem tudom megvalósítani, hanem erre emberek kellenek, emberekre van szükség, hogy ezt a feladatot végrehajtsuk, a feladat pedig az aranykor, ami azt jelenti, hogy akkor röviden elmondták, hogy mit jelentene ez, majd azóta részletesen kifejtették, hogy mit jelent az, hogy aranykor, abban, hogy milyennek kellene lenni egy aranykornak itt a bolygón, szerintem embernek nincs annyi információ, még egy embernek nincs annyi információja, mint nekem. Tehát ez ügyben rengeteg információval láttak el, hogy milyennek kellene lenni az aranykornak, és akkor ugye megkérdezhetitek, hogy ki látott el. Erre én azt tudom mondani, hogy a teremtőm. És lényeg az, hogy azt az információkat, amit kapok, azt nekem át kell adni az embereknek, nyilván azt is mondják, hogy mit, mikor
kell átadni, és mit mikor még nem. Szóval a lényeg az, hogy egy kicsit előrébb látok avval kapcsolatban, hogy mi lesz a jövőben, mint a bolygón a mondjuk az emberiség nagyon nagy része. Mit jelent ez a nagyon nagy része? Mondjuk olyan 99,9 akárhány százaléka, annál egy kicsit előrébb látok. De azért, mert ugye tájékoztattak arról, hogy itt minek kell lenni, és mi van akkor, ha az nem lesz, stb. 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 Jó, tehát amiket én mondok, azt azért mondom az emberek érdekében, azért, hogy megvalósuljon az, aminek meg kell valósulni, mert ugye itt ezen a bolygón aranykornak kell lenni 2035-ig, és itt nincs más választása az emberiségnek. Tehát lejártak a választási lehetőségek. Azok lehetett választani az elmúlt évezredekben, választási lehetőségeket az emberiség számára, az emberek számára már nincs. Tehát már nem csak az emberiség számára nincs választási lehetőség, hanem az emberek számára sincs választási lehetőség. Ha neked ugye még úgy tűnne, hogy van választási lehetőséged, akkor nézd meg ezt a három évet, jó? Ami ebben a három évben történt, és nézd meg, hogy mifelé megy gyakorlatilag az emberiség, jó? Tehát azt fogod látni, ahogy telnek a hetek, hónapok, hogy az emberiségnek, az emberiség nagy részének nehezebb, főleg az európaiaknak. Na most nem tudom, hogy emlékeztek arra, akik régóta itt tanulnak, hogy én sok évvel ezelőtt beszéltem arról, hogy az európai embereknek nagyon nehéz lesz a jövője. Emlékeztek rá a régiek? És még akkor nem volt ilyen. Tehát akkor még minden jó volt, mondhatjuk azt, a mostani élethez képest. És elmondtam azt is, hogy miért. Nagyon egyszerű. Azért, és nem egyformán lesznek problémások a különböző népek, hanem lesz, ahol nagyobb problémák lesznek, lesz, ahol kevesebb problémák lesznek, és azt is elmondtam, hogy miért. Ezt most megismételném, jó, hogy világos legyen. Tehát egy ember, ha az életében csinál valami problémát, és azt várja, hogy annak a problémának ne legyen negatív következménye, akkor csak egy óriási természeti törvénnyel szemben próbál ellenszegülni. Ez a természeti törvény pedig az, hogy ezen a világegyetemben mindennek ki kell egyenlítődnie. Tehát olyan nincs, hogy nem egyenlítődik ki valami. Tehát ezt mondhatnánk úgy, hogy a kiegyenlítődés törvénye, amiről még nem hiszem, hogy olyan sűrűn hallottatok, így, ilyen formában, hogy kiegyenlítődés törvénye, pedig ez a legfontosabb egyik törvény a világegyetemben, nem itt a bolygónkon csak, hanem a világegyetemben, ez a kiegyenlítődés törvénye, hogy mindennek ki kell egyenlítődni, a jónak, a rossznak, mindennek. Tehát mindennek. Ez olyan, mint a vákum, erről már régebben beszéltem, előadásaimban benne van, ez olyan, mint a vákum, hogy kiszívod egy edényből a levegőt, egy zárt térből, kiszívod a zárt térből, az oda vissza akar menni. Ez olyan, hogyha mit tudom, beülsz a kádba és megpróbálod elhajtani a vizet, a víz az ki akar egyenlítődni, ki akar simulni, vízszintes helyzetbe akar kerülni. Tehát a világegyetemben minden ki akar egyenlítődni. És a jó és a rossz is kiegyenlítődik, ami azt jelenti, hogy úgy egyenlítődik ki, hogy csak tisztában legyünk ezzel a kérdéssel, hogy ha az ember mondjuk egy egyén rosszat cselekszik, akkor rosszat kap vissza az életében. Tehát ha ő magának, másoknak bajt okoz, akkor ne csodálkozzon, hogy önmagának baja lesz. És ez nem csak egy embernek igaz, hanem ez érvényes egy közösségre, akár egy népre, akár egy kontinens népére, népeire érvényes, érvényes egy emberiségre. Tehát ami azt jelenti, hogy azt kapják vissza a kiegyenlítődés törvénye szerint az emberek,
amit megérdemelnek. Tehát amit megérdemelnek. És ez a kiegyenlítődési törvényt, ha megnézitek, akkor itt azért az elmúlt évszázadokban a fehér ember innen Európából óriási gubancokat csinált. A fehér embernek köszönhetően sok millió, sok tízmillió ember elpusztult. Tehát sok tízmillió ember. Majdnem ilyen százmilliós nagyságrendekről beszélhetünk. Akiket a fehér emberek elpusztítottak, jellemzően bizonyos népek. De mivel az európai népek keveredtek elég jelentős mértékben, tehát a fehér emberek itt Európában keveredtek, ezáltal gyakorlatilag hát a népek karmája az nem múlt el és kiterjedt. Tehát ezt úgy hívják, hogy a kiegyenlítődés törvényét, hogy mondhatjuk úgy is spirituális szóval, hogy karma. Oké? Karma. Tehát nem csak egy egyénnek van karmája, tehát ez azt jelenti, hogy ha te itt nem egyenlíted ki az ártó tetteidet a jelen életedben, semmi gond, akkor a következő életedben olyan problémákat kapsz, amely a kiegyenlítődést segíti. Nem tudom, elég világos voltam-e. Ezt szokták nevezni karmának, mikor az egyik életből a másikba átviszi az ember a negatív cselekvéseit. Oké? Azért, hogy kompenzálja, kiegyenlítse, tehát a jó helyett, vagyis a rossz helyett jót cselekedjen. Tehát az egyik életében rosszakat cselekedett, akkor a következő életében megvan a lehetőség, hogy kiegyenlítse a dolgokat és jót cselekedjen, ha nem teszi, megint viszi tovább a következő életbe, hetedik iziglen lehet tovább vinni, tehát hét életen keresztül lehet ezeket tovább vinni, csak úgy mondom előre. Jó, szóval a lényeg az, hogy gondoljátok végig, hogy maga a karma is generációs probléma, ami azt jelenti, hogy 25 év egy generáció, és 7x 25, az számolt ki mennyi. Így van, tehát 175 évig él a karma egy népnek. Oké? Okay? Tehát ami azt jelenti, hogy ha abban a 175 évben ugye nem egyenlítődik ki az a dolog, akkor ugye új lappal indul maga az egyén, illetve a nép, de azért mondanám, hogy az azt jelenti, hogy ha nem történik meg a kiegyenlítődés, akkor ugye ez olyan, mint a például a magyaroknál, a magyarokat sújtotta egy 1000 éves átok, mert fölrúgták a vérszerződést, a 24 törzs vérszerződését annak idején több ezer évvel ezelőtt csinálták ezt a vérszerződést, több ezer évvel ezelőtt, és az azt jelenti, hogy ha valaki fölrúgja ezt a vérszerződést, akkor 1000 éves átok sújtja azt a népet. Márpedig István annak idején fölrúgta ezt a vérszerződést 1000-ben, és azóta ez az 1000 év letelt ugyan, csak az a baj, hogy az Antal József barátunk, az első szabad miniszterelnök, az ugyanazt csinálta, mint az István, hogy felrúgta a megállapodást, ugye, de a vérszerződést, tehát mivel lett felrúgva a vérszerződés annak idején? Azzal, hogy vallást váltottunk, és a nyugathoz csatlakoztunk, sőt a magyarok ellen, a magyar ugye ez egy keleti nép, de nem feltétlenül magyarokról beszélünk, hanem hunokról, mert a magyar az egy hun törzs,
és lényeg az, hogy az történt, hogy felrúgta még azzal a megállapodást, hogy magyarok ellen külföldi katonai szövetséget vagy segítséget kért, érted? A magyarok ellen, a saját népe ellen külföldi katonai segítséget kért. Na most azért, ha ezt megnézzük, volt-e erre ismétlés mondjuk a 20. században, akkor rájössz arra, hogy volt. Nem is egy. Mert például 56-ban is volt ilyen, hogy a magyarok ellen külföldi segítséget kértek. Oké? És volt, ugye egy, amikor eladta a hazáját, a hazát, ugye az első szabad miniszterelnök Antal József, az is gyakorlatilag ugyanaz volt, mint mikor az István eladta, ugye a, hát mondhatni azt, hogy a becsületet eladta. Na most, ami annyit jelent, hogy ha megnézitek ezt a kérdést, a karma az visszatérhet még akkor is, ha az lejárt az az időszak, hogyha olyan tevékenységeket végeznek az emberek, ami ismétlése annak a dolognak, nem tudom, elég világos-e. Márpedig ismétlések ebben a 175 évben rendesen voltak, és akkor nézzük csak meg, hogy mik voltak. Például kimentek a népek innen Európából, és halomra gyilkolták az észak, közép és dél-amerikai indiánokat. Oké? Ez elkezdődött, ugye mikor? Ugye az 1400-as években, ugye Kolumbusz idejéből, 1412 ugye Amerika felfedezése, onnantól elindult ez a dolog, és azóta is a gyarmati népek, olyanok a legfőbb gyarmati népek, az első számú legfőbb gyarmattartó nép, az angol, utána a francia, érted? És akkor így lehetne tovább menni, spanyol, portugál, stb. Két népről biztos, hogy tudom, hogy folyamatosan a volt gyarmatokról komoly bevételeket kapnak éves szinten. A franciák is, meg az angolok is úgy jöttek el a gyarmatokról, hogy szerződést irattak alá akkor a kormányokkal, hogy ameddig a világ, ők minden évben adót fizetnek a volt gyarmattartóiknak. Oké? Tehát az angoloknak és a franciáknak valószínűleg ilyen szerződést írtak alá a hollandok is, a belgák is, a spanyolok is, a portugálok is valószínű, nem biztos, de az angolok biztos. Hát most gondold végig, hát az angoloknál még mindig vannak koronagyarmatok. Ausztrália, India, Kanada, stb. Stb. Ez még mindig a brit birodalom része, ami azt jelenti, hogy onnan folyamatosan Angliába jönnek be a pénzek. Oké? Úgyhogy azért az angoloknak semmit nem kell csinálniuk. Semmit. Ugyanúgy a franciáknak is, Afrikából, stb. Különböző államokból jönnek be a pénzek, úgyhogy érte, azért semmit nem kell csinálni. Tehát ha megnézed, a fehér népek Európából indultak ki, és borzalmas dolgokat csináltak az elmúlt évszázadokban. Innen indultak ki a világháborúk, az első is, a második is, akkor saját népüket ölték, mit tudom én, mondjuk az oroszok, érted? Stb. Stb. Tehát ami azt jelenti, hogy ha megnézzük, hogy a fehér vezetők, akik a népek vezetői voltak, mit okoztak ebben a világban, a Földön, akkor azt látjuk, hogy
biztos, hogy meghaladja az erőszakos halállal meghalt emberek száma a 100 milliót. A 100 milliót. Na most, ha ezt figyelembe vesszük, erről mondom, régen már beszéltem, több mint 10 éve is, akkor ennek következményei lesznek az európai népre nézve. Attól függetlenül, hogy nem te csináltad, hanem a nagyapád, vagy a déd nagyapád, vagy az ők nagyapád, vagy a ükükük nagyapád, most tök mindegy, érted, ki csinálta. De te egy leszármazott vagy. Oké? Okay? Na most, és van egy szabály ezzel kapcsolatban, hogy a karmát egyféleképpen lehet megszüntetni, hát nem vezekléssel, jó? Hanem kompenzálással, kompenzációval. Az azt jelenti, hogy legalább, annál nagyobb mértékű jót kell cselekedni, mint ami kárt okoztál. Világos ez? Ez egy szabály. Tehát nem elég az azonos mértékű jó cselekvés a károkozás enyhítésére, hanem annál nagyobb mértékűnek kell lenni a jó cselekmény hatásának, mint amekkora a károkozás. Ha nem történik meg ez a kompenzáció, akkor jön az, hogy az népek és azon belül az emberek szenvedni fognak. Ez azt jelenti, hogy azok nem fognak szenvedni, akik ezt a kompenzációt a saját maguk részéről megteszik. Világos voltam? Tehát most mondok példát, ha neked a nagyapád, mit tudom, egy háborús bűnös volt, és halomra gyilkolta az embereket, csak úgy mondtam egy példát, vagy a ők nagyapád, akkor neked azt kompenzálni kellene. És ha megnézed, onnan kiindulva, azok, akik nem kompenzáltak, és nem szüntették meg ezáltal a karmát, azok visszamész ezen a saját vonaladon, és rájössz arra, hogy mit szenvedtek az őseid. Világos voltam? Tehát szépen rájössz arra, hogy az őseid mit szenvedtek. Tehát mondjuk a déd nagyapát volt mondjuk egy háborús bűnös, csak most mondtam valamit, akkor megnézheted a nagyapádat, illetve a déd nagyapád gyerekeit, oké? Okay? Egész hozzád. Meg természetesen a szétágazás ugyanúgy. Megnézheted a nagyapád gyerekeit, megnézheted a, ugye a szüleid gyerekeit, és megnézheted azt, hogy nincs kompenzáció, akkor mindenki tel is tele van problémával, és nyomvadt az életük. Oké? Okay? Ez a kiegyenlítődés törvényének a szabálya, érted? Hogy addig, míg nincs kompenzálva az a dolog, nem tesznek jót a népek vagy az emberek, addig szívnak, mint a boci. Érted? Na most, ugye te azt látod, főleg ugye, hogyha az én korosztályom vagy esetleg, hogy nyugaton milyen jól éltek az emberek, mondjuk a 70-es, 80-as, 90-es években. Aha. Na most, lehet, hogy ezt láthattad, csak tudod, mit csináltak a 70-es, 80-as évek, 90-es években? Elszúrták a gyerekeiknek a nevelését. És te lehet, hogy azt látod, hogy volt pénzük, de hogy a gyerekeikkel sokat boldogtalankodtak, abba biztos lehetsz. Oké?
Tehát van 10 életterület, csak hogy tisztában legyünk ezzel a kérdéssel. És ha te az egyiket elszúrod, simán meg tudod kapni a másikon a problémát. Tehát itt tudom én, párkapcsolati gondjaid voltak, de már azt mondod, hogy nem lehetnek, mert elváltál. Semmi gond, megkapod máshol. Érted? Ennyi. És az a helyzet, hogy annál sürgetőbb az idő a kompenzációra, minél inkább lejár az emberiség ideje. Mert ennek az emberiségnek az ideje gyakorlatilag már nem. Hát gyakorlatilag, elméletileg, mindegy, maradjunk akkor, elméletileg már lejárt. 2012. december 22-én lejárt. Most, amiben vagyunk, az egy kezdet, vagy egy vég. Tehát amiben vagyunk, az egy kezdet, vagy egy vég. De ez nem a fentiektől függ, hogy kezdet vagy vég, hanem magától, az emberiségtől függ, hogy kezdet vagy vég. Tehát ami azt jelenti, ha ugyanazt teszik az emberek, amit csináltak eddig, akkor ez a vég. Ha megtanulják azt, hogy mit kellene tenniük, hogy képesek legyenek egy magasabb minőségben élni, és azzal a magasabb minőségben éléssel eljutnak egy még fejlettebb működésbe, ha ezt nem tudják, attól függetlenül ugyanez a feladat, hogy az a kezdet, hogy az ember egy magasabb minőségbe kerüljön. És ez a magasabb minőség egy átmeneti időszak egy másik, még magasabb minőséghez. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy az aranykor maga az egy olyan társadalmi forma, ha megnézzük, ahol nincs elnyomás. Ahol az emberek szeretetben, békében és boldogságban együttműködve tudnak élni. Na most az, hogy az ember szeretetben, békében és boldogságban együttműködve élhessen, ahhoz elég magas minőségű tudásra van szüksége. Na most, ez mégis egy átmeneti korszak lesz. Egy átmeneti korszak ahhoz, hogy az ember lelke visszakerüljön oda, ahonnan jött. Az emberi lélek az a fenti létformából jött, és nem egy testbe zárt létformából, hanem a testet eszközként használta a lélek. Magyarul kibe tudott járni a testbe, és arra használta a testét, amire kellett, és amikor nem kellett a testet használni, akkor nem használta. Na most ehhez jó, ha tudod, nem tudom mennyire figyelted meg, hogy a tested az mennyire korlátozó eszköz. Hát tudsz menni a falon? Nem, a lelked simán átmenne a falon, de te nem tudsz. Érted? Egyik pillanatról a másikra, a bolygó másik részén tudsz lenni. A tested nem, de a lelked erre képes lenne. Érted? És ez most csak arról beszéltem, hogy mennyire van a mozgásod korlátozva. És akkor nézzük tovább. Ha beteg vagy, akkor az jó érzés szokott lenni számodra? De ugye a tested betegszik meg,
mert a lélek az halhatatlan és nem öregszik. A tested, ahogy öregszik, egyre érzékenyebbé válik ugye a betegségekre, amint látod. A lélek viszont örök életű. Tehát ezzel most csak azt akarom érzékeltetni, hogy a lelkünk az, ami egy másik létformából jött, egy fenti létformából. A fenti létforma az egy minimum angyali létforma, vagy mondhatjuk azt is, hogy isteni létforma. És az a célja a földbolygón az emberiségnek, hogy visszatérjen a magasabb létformába. A magasabb létforma nem az aranykor, hanem az aranykor az egy átmenet a magasabb létformába kerüléshez. Nem kell ebbe hinni. Nem. Nekem tök mindegy, hogy te mit hiszel. De gondold végig, hogy melyik a jobb neked. Hogy abba hiszel, amit eddig tanultál az ember működéséről, hogy egy életed van, egy halálod van, vagy hogy benned van egy szuperintelligens energialény, amely halhatatlan, és amely akár arra képes lenne, hogy kibe járjon a testedbe. Az aranykorba ezt meg fogjuk tanulni, előre mondom. Jó? De addig nem, mert nem feladat. Oké? Okay? És sokan azt gondolják, hogy tanulgatok egy kicsit, majd azt csinálom, hogy tudom én, a hét az 168 órából áll, ugye tudjuk, ha kiszámolod az annyi, a 7x24 az 168, abból mondjuk 56 órát alszunk, ugye 8 órával számolva 7x8 56, ha levonjuk a 168-ból marad ugye 112, így van. És akkor sokan azt gondolják, hogy hát majd tanulok havonta egy pár napot, és avval, vagy hetente egy pár órát, érted? És avval kompenzálom azt a 112 órát. Illetve hát mondjuk, ha leveszünk belőle mondjuk heti 10 órát, vagy 12-t, hogy egyszerű legyen számolni, akkor meg kompenzálom azt a 100 órát. És abban a 100 órában semmi gond, ugyanazt csinálom, mint eddig. Csak van egy más univerzális szabály. Ha ugyanazt csinálod, mint eddig, ugyanoda jutsz, ahova eddig. Oké? Okay. Ez a szabály. Tehát ahhoz, hogy ne ugyanoda juss, ahova eddig, mást kell csinálni, mint eddig. És az nem más csinálás, hogy 100 órában ugyanazt csinálom, mint eddig, de 12 órában más csinálok. Az semmi. A 12 óra a 100 órához képest, számolt ki, az 12%. Az semmi. Az semmi. Világos voltam? Az semmi. Tehát az ember nagy tévedésben él, amikor azt gondolja, hogy na, majd egy ilyen kis tanulással, tanulgatással, majd jutok előrébb. Nem, nem jutsz előrébb. Tehát vagy akarsz valamit, vagy a következő életedben nem ide fogsz inkarnálódni, hanem egy másik bolygóra, azért nem erre a bolygóra, mert ezen a ennek a bolygónak a rezgését az emberiség emeli fel. És ez a bolygónak a rezgése most alacsony, az emberiség alacsony rezgése miatt. És ezáltal egy magas rezgésű területen ez a bolygó útban van. Ez olyan, mint mikor van egy gyönyörű szép városod,
és mondjuk a város közepén lenne egy cigánytelep. Érted? De azt a ősi cigánytelepre gondolj. Oké? Én még láttam olyanokat. Szóval gondold végig, na most pont ilyen a Föld. Hát félig meddig, ha jobban megnézzük. Ezzel kapcsolatban is tudnék mondani dolgokat, csak lehet, hogy bizonyos emberek megsértődnének. Ezért nem mondom. Jó, tehát lényeg az, hogy ez a bolygónak az ilyen fajta működése, az mondom, vagy a vége, vagy egy újnak a kezdete. Tehát a fentiek azt tervezik, hogy itt legyen egy ilyen hosszabb aranykor, mert ugye nem egyforma lesz az embereknek a tanulási időszaka, egy, kettő, meg oda beszületnek újak. Tehát ami azt jelenti, hogy olyanok beszülethetnek, akik ártatlanok, és megtanulhatják azt, amit meg kell tanulniuk. És lényeg az, hogy nem kell tenned semmit azért, éld úgy, ahogy az életet ad, ahogy eddig, de ebben az életben sokat fogsz szenvedni, azt írásba adom neked, ha kell. Oké? És a következő életedben meg még többet. Oké? Csak nem ezen a bolygón. De ezen a bolygón gyakorlatilag nem azt mondom, hogy akár mekkora létszámmal, de majdnem azt lehetne mondani, hogy akár mekkora létszámmal aranykornak kell lenni. Oké? És ezt, hogy itt aranykor lehessen, azoknak kell elkezdeni ennek a létrehozását, akik tanulni, fejlődni akarnak. És nem úgy akarnak tanulni, fejlődni, hogy a sorban, a fontossági sorrendben valahol leghátul van a tanulás meg a fejlődés. Oké? Mert ugye az embernek van egy fontossági sorrendje az életében, és ma megnézed, az emberek nagyon nagy részének a tanulás, fejlődés, ez a fontossági sorrendben milyen szerepet tölt be? Valahol hátul cammok. Oké? Semmi gond nincs ezzel a hátul cammogással, csak nem fogsz kikerülni még egy jó darabig akkor ebből a reinkarnációs folyamatból, és ráadásul nehezítettet fogsz kapni. Az mit jelent a nehezített? Kész van egy bolygó az univerzum szélén, hasonló, mint a Föld, és kőkorszaki körülmények között el lehet indulni. Oké? Ott lesznek megint elnyomók, mert hát oda születnek az elnyomók is. Oké? Ami azt jelenti, hogy jól fogod magad köztük érezni, biztos. Jó? Nem kell ezt elhinni. Érted? Nem kell. De arról meg fogsz győződni a saját bőrödön, hogy a következő hetekben, hónapokban, nem következő évekről beszélek, mennyivel fog nehezülni az életed? Csak mondok egy példát, jó? Konkrét számadatokkal. Utána tudsz nézni. Beütöd a Google-ba, amerikai, tehát USA infláció, elmúlt egy év inflációja. A hivatalos infláció az USA-ban több mint 8%. Azért mondom, hogy több mint 8% ma az egyik hónapban egy kicsit több, egy kicsit kevesebb, a 8 és 9% közötti számról van szó. Érted?
Tehát például az egyik hónapban még azt mondták, hogy 8,7, a másik hónapban 8,3, stb. Stb. Mert nyilván nem stabil. Mert mindig az előtti 12 hónapot nézik. Tehát ennyi az infláció. Oké? Az USA-ban a hivatalosan előadott infláció az több mint 8% az elmúlt egy évre. Na most van egy másik adat, nézz utána, hogy a forint mennyivel csökkent a dollárhoz képest az elmúlt 12 hónapban. Tegnapi adat, megnéztem. 12 hónappal ezelőtt 307 forint volt, most 430. Oké? Ha kiszámolod a kettő közti különbséget, pont 40%-kal, tehát ami azt jelenti, hogy a 130, ugye 430, ból kivonod a 307-et, az mennyi lesz? 123. Így van. 123-at elosztod a 307-tel, mert ugye a 123-hoz aránylik a 307, és az pont 40%. Tehát pontosan 40%-kal romlott a forint a dollárhoz képest. Plusz az a 8,valahány%, ami az amerikai infláció, az már a kettő együtt 48%-os forint romlás. 1-12 hónap alatt. Oké? És a hivatalos infláció Magyarországon 10-valahány%. Miről beszélünk? Kamu. Világos voltam? Ha megnézed az eurót a dollárhoz képest, 16,valahány%-kal csökkent. Oké? Persze, azért mondom, 16,valahány%-kal csökkent, azt hiszem jól emlékszem, 16,7-tel csökkent egy év alatt a dollárhoz képest. Plusz a 8,akárhány%, akkor azt látod, hogy az összes európai államban, ami euróval működik, az infláció az 24% felett van. Jó, nem 48%, még csak fele, mint a magyaroké. Oké? De az bizony, akkor is 24%. Világos voltam? És akkor te higgy annak, aminek akarsz, de a számok azok nem hazudnak. Oké? És ugye, amikor ennek a számoknak nem néztem utána, akkor is azt mondtam, hogy 40% fölött van az infláció. Oké? És semmilyen számnak nem néztem utána. Hát miért? Mert látja az ember, mikor bemegy vásárolni, hogy milyen áremelkedés van. És az áremelkedés az infláció. Érted? Akkor is, ha lehazudják egy jó részét. Oké? És sose láttam olyat, még akkor se, amikor 36%-os bevallott infláció volt Magyarországon a 90-es évek első felében. Akkor bevallottan 36% volt az infláció. Akkor nem láttam olyat, hogy ahányszor megyek vásárolni, érted, mindig emelkednek, érted, az árak. Ami azt jelenti, hogy fölhívám az ember egy listát, és mindig van olyan, több olyan tétel, ami már drágább, mint amit mikor előzőleg vettem. Érted? Tehát ilyen soha nem volt itt Magyarországon az én életemben. Volt ilyen a háborút követően. Volt ilyen. Mikor ilyen hiperinfláció volt Magyarországon, a világon a legnagyobb infláció. És csak mondanám, utána nézhetsz ennek is, hogy a bolygón a forint romlása az a harmadik a sorban. Tehát a harmadik legnagyobb mértékű pénz a forint romlása a bolygón az elmúlt egy évben. Oké? Tehát ami azt jelenti, hogy még van két olyan pénz, ami jobban romlott,
mint a forint, a bolygón, nem Európában, a bolygón. Európában lista vezetők vagyunk, jó? Csak hogy világos legyen. Szóval, ha még nem érzékelnéd az, hogy neked milyen nehéz lesz a helyzeted a következő időszakban, akkor mondanám, hogy jön a tél. Jó? És nem tudom, mivel fűtesz, de én azt látom, hogy rengeteg házban lebontották a kéményt. És például azt az adatot is olvastam, hogy a faáru az 63%-kal kevesebbe kerül, mint most, mint egy évvel ezelőtt. Nem tudom, hogy ez hihető-e. Azok tudják, akik faárut vásároltak, de a hivatal statisztikában ez van, hogy 63%-kal csökkent a faárunak az ára. És akkor most megkérdezném, ha esetleg nincs kéményed, akkor mit csinálsz majd? Egy mágiát a szoba közepén? Érted? És nem tudom, tudjátok-e, hogy mi, ami a legtöbbet emelkedett? Nem a gáz, az csak a második. A szén. 169%-kal emelkedett a szénára, képzeljétek el. Tehát nem 69, 169, csak hogy tisztában legyetek. Hát nincs is bányászó. Hát ugye mondjuk vissza akarnák a bányákat Európában nyitni, akkor ki bányászna? Hát de hova lettek a szakemberek? Szakemberek már kihaltak, érted? Már minden vályár meghalt, vagy legalábbis nagyon idős, az biztos, és azóta nincs. Nincs bányászképzés. De nem, a 90-es években álltak le a bányák, persze, persze. Hát még az én időmben volt bányászképzés. Szóval lényeg az, hogy gondoljátok végig, mi lesz? Azt mondod, hogy jó, hát van gázod, vagy van villanyod, persze lesz gáz, lesz villany. Csak kérdés az, hogy mennyiért? És az is kérdés, hogy hogy tudod kifizetni? Érted? Ugye nem tudom, hallottad-e, hogy most volt gázcsővezeték robbanás 4 nappal ezelőtt, vagy mikor? Hogy négy helyen fölrobbantották szándékosan a Balti-tenger alatt a vezetéket, ami ment egészen Angliáig. Képzeljétek el. És akkor képzeljétek el, a média nagy része ugye azt írja, hogy biztos az oroszok voltak. Most gondoljátok végig, az oroszoknak, hogy tehát mindig bármi történik a bolygón, bármi történik, azt kell nézni, hogy kinek az érdeke. Kinek a leginkább érdeke. Na most a legkevésbé érdekük az oroszoknak van ebbe. Az egyértelmű. Hát persze. Hát legkevésbé őket érinti az, hogy ők érdekeltek abban, hogy ne tudják továbbítani a gázt. Hát ha ők nem akarták volna továbbítani a gázt, egy ilyet csináltak volna. Elzárják a csapot, érted? Ezt ennyi, és nem tovább. Az nem kell fölrobbantani egy gázvezetéket, hogy ők ne közvetítsék a gázt. Ha fogják, és nem közvetítik. Ki tesz ellenük, hogy közvetítsék? Senki. Világos ez? És ráfogták, bár vannak olyan cikkek, hogy az USA, mert a Biden nyilatkozott arról, hogy majd ők tesznek arról, hogy az európai országok cseppfolyósított gázt vásároljanak. Ezt nyilatkozta, hogy majd tesznek arról, hogy cseppfolyós gázt vásároljanak az európai országok. Na most... azok így van. Szóval a lényeg az, hogy gondoljátok végig, egy olyan világba kerültünk, ahol a legtöbb ember él egy álomvilágban, szó szerint.
egy álomvilágba, és azt mondják, hogy összehúzom majd legfeljebb egy kicsit, akkor nem 24 lesz a lakásban, hanem 20 fok. Azt tudod hány százalékot spórolsz meg? Mit tudom én, 20 százalékot vagy 15-öt spórolsz meg azzal, de nem 80 százalékot spórolsz meg a 4 fokkal, érted? Ami azt jelenti, hogy, nem tudom milyen okból a, ugye, a gáznak az ára az valami 130 valahány százalékkal emelkedett. Tehát de mégis valami 5-ször vagy 6-ször annyira akarják eladni a lakosságnak. Az azt jelenti, hogy ilyen 5-600 százalékkal többért akarják eladni, érted? Most gondold végig. Szóval valahogy nem stimmelnek ezek a dolgok. Nem stimmelnek. Miért akarják 5-6-szoros áron eladni a gázt, mikor, mit tudom én, mondjuk a 100, az most nem 100, hanem 230, érted? Hát akkor miért nem annyival akarják csak többé eladni? Akkor nincs nyeresség, plusz 6-szoros nincs, amit a zsebükbe tegyenek. Hát akkor is van nyeresség. Akkor is, csak nem ennyi. Csak nem ennyi. Hát gondoljátok végig, tehát egy olyan világba jutottunk, amit én mondtam előre, hogy készüljetek erre a világra. Előre szóltam, hány éve mondom? 5 éve mondom. 5 éve, 2017-től erőteljesen mondom, hogy készüljetek erre a világra, ami lesz. Előbb jött. Ez is előbb, mint szokott lenni. Mindig azt, amit mondok, az mindig előbb jött. Így van. Ez megint előbb jött. Tehát, és ezt az idén már a saját bőrükön fogják érezni az emberek. És mi a megoldás? Tehát két megoldás van. Legyen elég jövedelme, egy, és kellően mobilizálható legyél. Nincs más megoldás. Világos ez? A mobilizáltság mire kell? Hát a baj van, tovább tudj állni. De ahhoz, hogy ezt meg tud valósítani, kellő jövedelemmel kell rendelkezni. Vagy tartalékkal kell rendelkezni. Világos ez? Tehát én mondtam előre, szóltam előre, hogy figyeljetek erre. Oké? Okay. Tehát lényeg az, hogy ugye mit csinálunk mi? Nem csak ilyen, ez az első részben, ezekről az első részben beszélek, itt a díjmentes részben. A második részben, a fizetős képzéseinken arról beszélek, hogy mi a megoldás. Oké? Okay? Tehát hogy juss el a megoldáshoz? De szeretném elmondani mindenkinek, hogy egy átlagember hogy tud eljutni ahhoz, hogy mobil legyen és legyen elég jövedelme? Egy átlagembernek egyetlen egy lehetősége van. Azt pedig úgy hívják, ha tetszik neked, ha nem, hogy hálózatépítés. És azon belül olyan hálózatépítéssel kell foglalkozni, ami nem átverősdi, ami nem olyan hálózatépítés, ami árértékben a vevőknek rossz, hanem olyan hálózatépítés, ami a vevőknek jó, árértékben is kiváló, és olyan kell, amire az embereknek nagy szükségük van. És most tudod, mire van a legnagyobb szükségük az embereknek? Csak még ezt emberek ezt nem tudják. Tudásra. Érted? És megoldó tudást, amivel az emberek megoldanak dolgokat, olyat nagyon ritkán találsz, és baromi drágán. És olyan megoldó tudást, ami minden területére az életnek megoldást nyújt, ilyen egy van a bolygón. Oké? Okay? És azt úgy hívják, hogy PPH, Nyílt Akadémia. Oké? Okay?
ha nem hiszed, járja utána, de feleslegesen rovod majd a köröket, mert úgyis arra a végeredményre jutsz, hogyha megoldó tudást akarsz, akkor vagy ráfizeted máshol a gatyádat is, de akkor sem kapsz olyat, ami a teljes életedre vonatkozik, erre az összes 10 területre. Világos ez? Én azért vagyok itt, mert az előző életemben én nem ember voltam, és én a Siriuson tanítottam, oké? És ott is tanító voltam, és leküldtek azért ide, ebbe az életbe, hogy segítsek abban az embereknek, hogy visszatérhessenek az otthonukba. Az otthonunk az pedig nem a Föld, oké? Hanem egy magasabb létforma. De természetesen erről a bolygóról nem csak a Siriusról vannak emberek, hanem számos más rendszerből is. Oké? De most gondold végig, ha nem volt elég nehéz eddig az életed, majd most megnehezítik. Oké? És vagy veszed a lapot, és fejlődsz, és megteszel mindent annak érdekében, hogy fejlődj, vagy nagy bajba leszel. Nem csak te, hanem a családod is, beleértve a gyerekeidet is természetesen. Köszönöm szépen a figyelmeteket, visszaadom a szót a házigazdánknak. Te érdekedben mondtam mindent, szeretlek benneteket, sziasztok! Köszönjük Szedlacsik Miklósnak, mesterkócsnak ezt a csodálatos, de nem is tudom kifejezni, hogy szavakba, hogy milyen felemelő és nagyszerű előadást, és egybe köszönöm, hogy ismét házigazda lehetek, ezt megint elfelejtettem az elején mondani. Két dolog jutott eszembe erre az előadással kapcsolatban. Egyik az, hogy annak ellenére, hogy ez egy díjmentes, ingyenes képzés volt, annak ellenére megint olyan tudást kaptunk, amit akik már régóta vannak itt szerintem átélték, hogy eddig még sose. Én például a karmával kapcsolatban azt hittem, hogy sok mindent tudok. Most kiderült, hogy köszönöm, hogy nem sokat, szépen kifejezve. A másik pedig az, hogy ismételten megerősödött bennem, hogy életem egyik legjobb döntése volt, hogy itt tanulok. Ugyanis amit a végén hallottatok, nyilván elsősorban azok, akik először hallgatjátok a YouTube-on a képzést, hogy a előttünk álló, nevezük feladatoknak a világba, ami kezd kialakulni egy-két éve jól látható módon, mi, akik itt tanulunk, ezeket nem először halljuk, sőt, ezeket úgy halljuk, hogy mellé van tűzdelve a megoldás is. Na most, ha fölmész internetre, nekem bárki elküldhet linkeket, hogy hol vannak ilyen megoldások, el fogom olvasni. Én eddig sose találtam, pedig kerestem, de eddig nem volt ilyen találatom az interneten. Úgyhogy gondolj bele, hogyha ilyenek vannak a díjmentesbe, akkor mi lehet a második részbe, a fizetős képzésbe. Érdemes átgondolni, hogy az jobb neked, hogy sötétbe tapogatózol, vagy kísérletezel, interneten keresgetsz, és hát ha az jó lesz, vagy nincs rá idő felesleges köröket futkozni, és inkább gyere és tanulják közöttünk, nem fogod megbánni. Amit javaslok ezzel kapcsolatban, hogy most akciósan 3 hónapig gyere, érdemes idejönni tanulni, az kevesebb, mint 40 ezer forint a 3 havi díj akciósan. Ennek az értéke, hát most inflációt nem tudok hirtelen számolni, de mondjuk 2 évvel ezelőtt számoltunk 450 ezer forint 3 havi díj. Ezt most akciósan meg tudod kapni, még mindig 39 ezer, mennyi? 300 ezer, köszönöm. Szerintem ez apró pénz, de ez nem. Tehát nem pénzért, ami tudást itt tudunk megkapni. Úgyhogy javaslom neked, hogy ne sokat habozzál, legalább teszteld le, próbáld ki,
és én tapasztalatom alapján tudom mondani, mivel már többen vagyunk egy tanulócsoportban, hogy senki nem hagyta abba a képzést, ami után idejött, és azt mondta, hogy na, meglátom, mi lesz, de senki nem hagyta abba a tanulás miatt. A szünet után önbizalomteremtő coachképzésünk folytatódik, amelyen a szeretnél részt venni, várunk szeretettel. Ha úgy látod, hogy nem érdekel az ajánlatunk, örülünk, hogy részvételeddel megtiszteltél minket, és akkor elköszönünk tőled. Most pedig 30 perc szünet következik.